olyan recept nincs, de már sokszor mutattam. A mai ebédünk, vagy uzsonnánk, vagy mit tudom én, mink. Igazából a hétfő jeledelünk így a betegség után, az egy gofris szendvics lesz, ami 3 deci tej, egy tasak élesztő, a tejben van hát egy jó 3 teáskanál cukor, 2 tojás, és most hát elvileg 300 g lisztre lesz szükségem, de mint tudjuk, lisztje válogatja, mennyit vesz fel a folyadék. Legyen egy sűrű nokedli tészta, menj még bele szemre nekem reszelt sajt, bors, ha lenne itthon most zöld metélő hagymám, belevágnám, de nincs. Lila hagymát meg lusta vagyok pucolni. Szóval ebből fog állni a gofri tészt, és ezt fogom megsütni. Na, közben össze is kevertem, jelenleg ilyen az állaga. És akkor most mehet bele a sajt. Remélem, hogy nem mellé szórom, hanem bele. Ma még nem vagyok a helyzet magaslatán. Ha túl sűrűnek érződik, akkor még tejjel lehet rajta higítani. Majd mutatom, nekem szükségem is lesz rá, de hát a gluténmentes liszt másképp működik, mint a sima búza. Nem higítottam rajta. Ilyen lett, és majd mutatom, ahogy sütöm. No, meg is melegedett a sütő. Úgyhogy most teszünk egy nagyon picit, hát így kb. Hopp, hajjajjaj! A közepébe, tudjátok, a gofrit is így szoktuk sütni, hogy nem töltjük meg az egész formát, hiszen ez szét fog majd terülni. Gyorsan be is csukjuk, és ennyi. Na, szóval ott tartunk, hogy íme elkészült az első. Na, és akkor most azt fogjuk csinálni, hogy teszünk rá majonézt. Erre hoztam direkt ide egy kenőkanalat. Így. Mondjuk. Vagy hát, ki mit szeret? Mi ezt szeretjük? És édes mustárt. Abból azért kevesebbet. Igen. Nagyon fincs így a kettő együtt. Aztán teszünk bele salit. Végül is még volt annyi jégsaláta a hűtőben, hogy nem bontottam fel a vásárlós vagyast. Rossz oldalról kamerázok mindig. Aztán teszünk bele még sajtot, de ez csak úgy a szendvics. Legalábbis mi ezt tesszük bele, de hát mindenki azt tesz bele, amit szeret. Lehet bele tenni lilahagymát, paradicsomot, volt, amikor olyat is tettünk bele, de nekünk most ez itt tökéletes lesz. Így, két békönnel, és akkor csak ennyi, hogy félbehajtjuk. Ezt már tényleg láttátok sokszor. Én ajánlom nektek, akinek van gofri sütője, hogy készíts el, mert nagyon-nagyon finom, és tényleg azt tesztek be, amit szeretnétek, és egy nagyon finom szendvics. Nincsen órám, nem tudom bebizonyítani, de május 11-e ebédünk az egy gyrosz, oszmanos fűszerrel, csirkemell megpirítva, nekem édes burgonyával, és egy ilyen vegyes saláta. Mix. Hát igen, ebben van minden, tudjátok, ez ilyen gyári. Pluszba raktunk mellé még uborkát, lilahagymát és almát, a paradicsomot most nem. És íme a többieké, lidlis vastag, nagyon-nagyon-nagyon vastag krumplival. Vajon kinek a tányérja? Szóval ez lesz a keddi május 11-e ebédünk. Jó étvágyat! Tizenkettedike van. Nincs rajtam óra, nem tudom nektek megmutatni. Nekijelök főzni. Ma cigánypecsenye fog készülni, amihez azt olvastam, hogy kell fokhagyma, muster, fűszerpaprika, olaj, só, bors és majoranna kéne, de emlékeim szerint nekem nincs majoranna, illetve szalonna, és ugye a husi. A husi már ki van olvasztva. Mutatom is nektek, itt van itt olva, még átmosom. Azt írja, hogy nem kell kikloffolni. Ez a hús, ez, mint látjátok, itt karaj. Nagyjából egy ilyen 6 szelet, és már feltettem mellé a krumplit köretnek, szóval majd jövök a végeredménnyel, mert szerintem annyira izgalmas nem lesz. Be kell állítólag pácolni a húst, megsütni, kisütni a szalonnát, és csak ráteríteni a tetejére, és ennyi az egész. Én összekevertem a jó múltkor a hagymás rostélyossal ezt az ételt. Azt hittem, hogy ennek is megy a tetejére valami sült hagyma, de nem. Azt viszont jól sejtettem, hogy valami fokhagymásszerű hús, hát az is. Szóval, majd jövök vissza.
No, hát bele is tettem a húsit, bele van keverve ebbe a pácba, és addig leszeletelem a szalonnát. Ezt az isteni jó kis magyar szalonnát fogom leszeletelni. Levágtam már a bőrt. Mutatom a részleteket nektek, itt sül a karaj, nem lesz kiklosszolva a szalonna zsíron, ugyanis a szalonnát már kisütöttem, és itt van egy kis zöld fűszeres krumpli is mellé kifőzve, és már is hozom az összképet. Így néz ki tálalva, ez a cigány pecsenye. Nem spurkodtam a szalonnával, nem azért van itt egy darab. Nem mondom. Van még itt, de szerintem apának túl sós lesz, úgyhogy ezért egyet kapott. Így néz ki tálalva. Nagyon guszta. Én nem tudom, szerintem vagy 100 000 éve nem ettem ilyen cigánypecsenyét, úgymond, és még maradt is belőle, mert végül kiderült, hogy nem 6 szeletes húsit, hanem 8 szeletes húsit sütöttem, szóval itt még van 3 darabka a tányérban. Május 13-a van és csütörtök, nekiállok főzni. Eredetileg nem az készülne, ami majd készülni fog, hanem fűszeres karaj lett volna, megy mártás és krumpli, ám tegnap is krumpli tettünk, úgyhogy átírtuk gyorsan a tervet, és ebből a gyönyörű karajból, ami nem is tudom, azt hiszem 8 szelet talán, lesz rántott húsi és párolt baszmati rizs. Nem tudom, hogy teszek-e bele kukoricát, vagy hogy rizibizi, mert az jövő hétre amúgy is terve van, majd meglátjuk. Úgyhogy egy egyszerű rántott hús lesz, majd jövök a végeredménnyel. Íme ilyen lenne kitálalva az étel, zöld fűszeres baszmati rizs, illetve a rántott karaj, és én kapribogyót tettem mellé, egyébként senkinek semmi más nincs mellette, jó étvágyat! Ma május 14-e van, és péntek, és készül a rakott krumpli, a finom kis magyar házi kolbászból. Krumpli, főtt tojás, tejföl, és a teteje meg lesz szórva zsemle morzsával, majd mutatom a végeredményt. Így néz ki sütés előtt, semmi extra. Rátettem másfél pohár tejfölt, és akkor most megsütjük. El is készült a rakott krumpli, ami szokásosan mindig szétborul, de nagyon-nagyon fincsi lesz, úgyhogy jó étvágyat nekünk. Szombat van, és nincs rajtam óra, május 15-e. Remélem egyszer sem mondtam, hogy március. Ha igen, nézzétek el, május van. A mai ebédünk az egy szezámos, csípős, édes csípős kínai csirkemell lesz. Ezt a receptet már megtalálhatjátok régóta a Sütöttem, főztem mappámban, a lejátszási listák közt kell keressetek. Rányomtok a nevemre, hogy Jucós, és bedobja a főoldalam, és akkor ott van, hogy videók, lejátszási listák, közösségcsatornák, stb. A lejátszási listák között van. Amire nekem szükségem lesz a tésztához, van, amikor vízzel, van, amikor tejjel csinálom, teljesen lényegtelen. Szükségem van 2 tojásra, lisztre, sütőporra, és most tejet rakok bele. Kell keverni egy nagyon sűrű palacsintatésztát voltaképpen sütőporral, és a keményítőt azt azért látjátok itt, mert a felcsíkozott, én ilyen hosszú csíkokra fogom vágni majd egy csirke mellett, azt nagyon kevés étkezési keményítős vízbe kell majd forgatni, ezáltal nem fogja tudni majd megszívni a bunda magát olajjal, amikor sütjük. No, tehát ki lesz sütve ez a palacsinta tésztába forgatott csirkemell, majd pedig készül a fennmaradt olajon a szósz, ami úgy fog kinézni, hogy az olajra teszek kristálycukrot, mézet, majd vízzel felöntöm, megy bele szezámmag, erős pista, és a kisütött húsik vissza vannak dobálva, át vannak forgatva, és olyan finom, mintha kínai étterembe ettétek volna. Köretnek mellé gondolkodtam párolt zöldségem, most van itthon elég sokféle zöldség a fogyasztóba is, meg mindenhol, de nem bonyolítom túl, tulajdonképp még csak egy hete, hogy meggyógyultunk, szóval egész egyszerűen rizs lesz mellé, kukoricával, tehát egy kukoricás rizs. Szerintem a folyamatokat így, hogy van róla egy külön videóm, nem fogom nektek mutatni, hanem majd maximum csak a tálalást.
Bocsi, a főalkotó elem elmaradt, 600 g csirkéből csinálom végül. Nem járt le, a fagyasztóval vettem elő, még tegnap este, és kiolvasztottam, szóval nincsen lejárva. Úgyhogy ez lesz az, amiből készül. Szóval akkor május 15-én szombaton az ebédünk, ez a párolt baszmati kukoricás rizs, és íme a csípős szezámos csirkemellek csíkban. Csak hát ugye a pufi bunda az egy picit felfújja őket, és ezáltal nem is látszik, hogy amúgy csík a husi. Szóval ez lesz az ebéd. Jó étvágyat! Álljunk neki a vasárnapi bécsi túrós palacsintának. A palacsinta receptet megtaláljátok a lejátszási listáim között a sütöttem, főztem mappámban. Ebből a Mixit univerzál share típusú lisztből készítettem ott is. Ez a legjobb liszt. Ezzel a palacsinta garantálom nektek, hogy nagyon finom omlós lesz, nem ilyen gumi állagú. A buzalisztes képest ez sokkal-sokkal finomabb. Omlós, finom, porhanyós, ilyen. De, és nem is megy tönkre az első, azt is mondtam nektek ott abban a videóban szerintem, hogy nekem soha nem megy tönkre az első, amit sütök. Bocsi, csak a vízforraló néha magától beindul, mert kávét is szeretnénk inni. Szóval, amihez szükségem lesz, én a palacsintát úgy csinálom, hogy nagymamám szokta. Liszt, tej, vaníliás cukor, cukor, és tojás. Aztán, nincs benne szóda, meg ilyenek. Aztán a bécsi részéhez ugye szükségem lesz nekem a túróra, ami tegnap lejárt, ezt bevallom nektek frankon, de nincsenek semmi baja, és két nap múlva is ebből lesz a túró töltelékes gombóc, mármint a másik ilyenből. Na mindegy, kell nekünk túró, kell nekünk 2 evőkanál vaj, kell nekünk 2 darab tojás, kell nekünk 100 g cukor, és kell nekünk citromreszelt héja, hát nekem Dr. Ötkertől van a citromreszelt héja, és ennyi. Annyi, hogy a tojásokat ketté kell választanunk, a fehérjét kemény habbá verni, a sárgáját pedig ugye már kapásból eldolgozni, aztán kell még egy öntetés nekünk, amihez kell egy egész tojás, kell 30 g cukor, kell vaníliás cukor, de én ilyen vanília pasztát is fogok beletenni, illetve kell szintén egy deci tej, és egy csomag pudingpor, amit csak el kell keverni, nem kell megfőzni, nem kell vele semmit csinálni. Amikor a palacsintákat kisütöttétek, mondom, a receptet megtaláljátok, hogy én hogy csinálom, akkor ez ilyen hőálló tálat kivajazzátok, megtöltitek a palacsintát, feltekeritek, félbevágjátok, és elkezditek szépen így állítva belepakolni, majd a végén leöntitek azzal a pudingos löttyel, és mehet is a sütőbe be. Én 180 fokon, azt hiszem fél órát szoktam sütni, de most nem vagyok benne biztos, majd megnézem a saját receptemet, nem elég rég csináltam. Na mindegy is, szóval nekiállok. Szóval látjátok, hogy milyen szépen sikerült eldolgozni? Ez a Mixit liszt, ez nem csomósodós. Annyira varázslatos lesz tőle a tészta, annyira könnyű vele dolgozni. Én emlékszem, hogy még buzalisztes, palacsintás korszakomban mindig kínlódtam. Recept alapján csináltam, kiméregettem az alapanyagokat, kínlódtam, szakadt, leragadt, meg mit tudom én, mindenféle kínja baja volt annak a gluténos palacsintának, meg kicsit ilyen, tényleg ilyen gumi volt, ilyen. Ez a gluténmentes pedig, nézzétek meg, csomómentesre keverem pikpak kézzel,
tényleg, aki teheti, már egyszer régebben mondtam, az, és nem megterhelő neki megvenni ezt az 1400 forintos serlisztet, az vegye meg, és próbálja ki egyszer, mert komolyan mondom, hogy gyerekkorának a palacsinta ízét fogja visszahozni. Legalábbis nekem, amikor én elkészítettem az első ilyet, nekem visszahozta nagymamám palacsintának az ízét, és azon elmélkedtem itt apával a konyhában, hogy most vagy a búzaliszt lett ennyire hitvány az elmúlt évek alatt, vagy nem tudom, mi történt, de ez tényleg egy zamatos, omlós, porhanyós, finom palacsinta. No, nincs benne olaj, tényleg nincs benne semmi, amit láttatok, ezt tettem bele. Most pedig akkor jöhet a sütés, mert alá kapcsoltam a serpenyőmnek, itt látjátok, melegszik, mindjárt átviszlek titeket is oda, csak meg akarom nézni, hogy mennyire viszkózus, hogy kell-e még bele, de szerintem majd a vége fele még lehet, hogy öntök tejet, mert tudjátok, a palacsinta tészta a vége fele azért szokott sűrűsödni, de remélem, hogy látjátok ti is, hogy mennyire szép állaga van. Ja. Jaj, inkább ne csináld. Oh! Mondd még egyszer, mit ne csináljak? Azt hittem, összegyűröd a palacsintámon. Ja, hát a tojásfehérjét már beleütöttem ide. Itt a sárgája, nekiállok összekeverni a túróval. A palacsinták kisültek, és majd még mutatom. Na, ott tartok most, hogy ebben már benne van a 2 darab tojás sárgája, a 100 g cukor, az 1 fiola citromaroma, a túró, és egy zacskó vaníliás cukor. Még teszek bele 2 evőkanál vajat, ebbe pedig benne van a 30 g cukor, a vanília paszta, és az egy szem egész tojás, amihez még megy majd 1 deci tej, illetve egy pudingpor, és íme a felvert tojásfehérje, amit ehhez a túrós dologhoz fogok hozzákeverni, miért ezt eldolgoztam. Belekerült a 2 evőkanál vaj, amit itt 3-nak láttok, de ugye úgy vágtam le, hogy na, így, és ez így egy kicsit más. Szóval most összetörtem, mint látjátok, és akkor mehet bele a tojásfehérje. Megkértem apát, hogy segítsen nekem, de hát nem biztos, hogy mindent fogtok látni. Kiszedegetjük ebből a tojásfehérjét. Bár ha keverőlapátot kiveszem, akkor lehet, hogy könnyebb dolgom van, úgyhogy ezt mindjárt kiszedem ebből, és akkor még a maradékot majd ráforgatom. Ezzel fogjuk megtölteni a palacsintákat. Na, készítettem belőle a keverőlapátot, és akkor így talán hozzájutunk a maradék fehérjéhez. Egyébként ez 2 fehérje volt, mint mondtam nektek. Jó kemény habbá verve. Szerintem attól jobban már nem tudom kiszedni, úgyhogy jó is lesz így. Így, és akkor már is megtöltjük a palikat, meg előtte még kivajazom a tálat, de majd még jövök, aztán mutatom a részleteket. És még annyit megteszek, mielőtt a palacsintát megtöltöm, hogy a pudingport a tojással, a vanília pasztával és a cukorral, meg a tejjel összezuttyantom, azzal az 1 deci tejjel. És kellene nekem a habverő. Próbálom először elnagyolni, de szerintem le is köpött. Be fog csomósodni, és akkor utána adom hozzá a tejet. Kicsit csomómentesre zutyulni a tojásokkal. Tojásokkal, tojással, mert hogy ez egy tojás. Nagyon isteni illata van. Ahogy belement az 1 deci tejecske. És így szépen elkevertük. Ja, most jöhet a palacsinta töltögetés. Meg előtte ennek a vajazása. Na, így nagyjából kivajazzuk ezt a tálkát.
Na hát akkor keregessük meg ezzel az isteni túrótöltelékkel a palacsintát. Hú, nagyon-nagyon fincsi. Csak úgy, mint hogyha ennétek. És akkor feltekerjük, majd pedig fogjuk és elvágjuk. És így mondtam, hogy így helyezzük bele a tányérba, vagy tál, vagy minek hívják ezt. Következő. Hoppá, leraktam úgy a kést, veszekedés lesz. Csak nem nálunk, mert nem szoktunk. Nem ám aztán itt leszek szerve, nem. Nem nehéz veszekedni, amúgy. Nem is szoktunk, ja. Nem is szoktunk, de velem amúgy is nehéz, mert én már mennyire érdekel. Én az vagyok, én fogom, azt ott hagyom az illetőt a francba, aztán veszekedjen magával. Így szépen belesorakoztatjuk. Na aztán most 180 fokra, 50, 60, 70, 80 fokra előfűtjük a sütőt, és íme itt lenne a tálka. Így néz ki. Most ezt fogjuk leönteni ezzel a löttyel, amit kevertem. Juhu. Várunk egy picit, és akkor behelyezzük. És akkor behelyezzük egy fél órára, és majd a végét is megmutatom nektek. Kicsit megdöntögetjük a tálkát, hogy mindenhova jusson ebből az öntetből. És a végén a porcukorral meg lesz szórva, és ettől hízunk. Hát íme az elkészült végeredmény. Nagyon-nagyon guszta. Hát a porcukor még hiányzik a tetejéről. Frankon meg lesz szórva porcukorral. És jó étvágyat hozzá, aki elkészíti, mert nem fog benne csalódni, nagyon-nagyon finom. Én már megmutatom itt tálalva is, szóval az a kínai csípős, édes csípős mézes szezelmos csirke, ami ugye tegnapról maradt. Tegnap 600 g-ot csináltam, és abból szinte mindig marad másnapra, mert rengeteg szokott lenni belőle. És a rizs is tegnap 3 decit pároltam. És hát, mint látjátok, ez is bőven kiadja. És akkor íme itt van a kis finomság, a bécsi túrós palacsinta. És ide készítettem már a porcukrot is mellé. Jó étvágyat nekünk!